Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi várható október hónapban a szűz jegyében születetteknél? Ez egy általános jóslás, viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérj tőlem egy személyes havi jóslást, a díjam 4000 forint. Először elmondanám azt, hogy mi várható, amit a csillagok üzennek. Október hónapban, a hónap elején a nap még a szűz jegyében van, az indiai számítás szerint. A nap megvilágít valamit, láthatóvá tesz valamit, utal a havi témára is. És az jelenti azt, hogy rendezni kellene a dolgokat, itt van gyógyító erő. A szűz jegyében van Merkur bolygó, és Merkur bolygó itt jól érzi magát, hiszen uralkodik a szűz jegye felett. Itt lehet egy jó hír, egy előnyös szerződés, vagy kommunikáció. Vénusz bolygó szintén a szűz jegyében van, az indiai számítás szerint. Itt rólunk, hölgyekről van szó, kellene rendezni valamit a környezetünkben, lesznek fontos beszélgetések, de Vénusz bolygó kihat a szerelemre, és itt van egy szerelmi kapcsolat, kommunikáció. A szűz jegyével szemben van a halak jegye. És a halak jegyében van Jupiter bolygó. Az utalhat az igazságra, az igazságtalanságokra, esetleg egy bírósági ügyre. Ebbe az irányba kellene tekinteni, hiszen ez tükröződik a szüzek jegyére, mert szemben áll. Valamit átvizsgálni, átlátni a dolgokat. Különösen, amikor igazságtalanságokról van szó. És most megtekintjük itt a képeket. Ez a férfi utal a férfiakra, vagy a lelki társadra. Ez a hölgy utal ránk, hölgyekre, de lehet az ő társnője is. Mindketten itt az első sorban vagytok. Fölöttetek nincs kártya. Az jelenteni a gondolatokat és a terveket. Ez arra utalhat, hogy vagy nem engeded meg azt, hogy valaki bepillantson a te gondolataidba, vagy azt is jelentheti, ne beszélj a terveidről. Itt megvan a kapcsolat kettőtök között, és ezek a kártyák összekötnek benneteket. Ez a hegy utalhat az ő hideg-rideg tartására, úgy október elején. De október közepéig ez elmúlik, hiszen a hegy alatt ott van ez a kártya, a gólyák, és a gólyák utalnak a változásokra. Amit a hegy itt még jelenthet, ezek még problémák, nehézségek, de ez elmúlik. A gyermek utal az ártatlanságra, vagy egy új kezdetre. Itt előre mennek az események, jelenti ez a lovas férfi. De ez a kártya mindazt jelenti, ami mozog. Ez lehet egy kirándulás, sőt itt van alatta a hajó, ami utal külföldi kapcsolatokra, vagy utazásokra. Ez a mozgás itt lehet sport, vagy egy autó vétele például. De jelenthet egy férfit is, és ez a férfi közeledik barátilag hozzád. Itt a virágcsokor jelenti a te szépségedet, a te nőiességedet, vagy egy kellemes meglepetést, vagy egy ajándékod. Ő ezt látja, lehet, hogy ő féltékeny.
Itt barátságokról van szó, kellemes meglepetésről, és a madarak jelentik a beszélgetéseket. Itt az első kártyán látható ez a fa, és az azt jelenti, mindketten keresitek a helyeteket az életben, ahol le tudtok gyökerezni. Ez lehet a hivatás, ez lehet a lakhely, ez lehet a párkapcsolat. Amit a fa még jelenthet, ez a gyógyító erő. Itt egy vonalban van vele a torony, ez lehet kórház is. Vagy ez az ő hivatása, és itt ebben a kórházban dolgozik, mint orvos például, vagy azt is jelentheti, hogy az ő környezetében valaki beteg, kórházban van, de itt látható a változás, javul a helyzet. Sőt, itt kinyílik egy új ajtó, ezek a lehetőségek, a kulcs utal a magabiztonságra is. Itt egy vonalban megjelennek az egerek. A kártyavetésnél úgy szoktuk mondani, ott, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az már nincs ott. Tehát az egerek eltávolítják a betegséget, és itt van a szerencse, az életerő, a nap szintén jelenti az életerőt, a sikereket, ezt a belső erőt. Itt alatta ez a torony utalhat korlátozásokra is. És itt ez a kártya jelenti a vitákat és a veszekedéseket. Itt van a hamisság. A hamisság mellett megjelenik a kígyó. Ez a kígyó utalhat ugyan változásokra, megújulásokra is, de jelenthet egy nőt. Viszont itt az egerek segítenek, hiszen felfalják itt ezeket a kártyákat, eltávolítják a vitákat, veszekedéseket, eltávolítják a korlátozásokat, eltávolítják a hamisságokat, eltávolítják ezt a hamis nőt. Mivel itt a hold egy vonalban van ezzel a nővel, és a hold utal az anyukára, vagy az anyai érzelmekre, ez lehet az anyukája, vagy a volt felesége, ahol gyermekek vannak, és jelenti ezeket az anyai érzelmeket is. Itt alatta megjelennek az utak. Ő eltekint ugyan ettől a kártyától, de úgy október közepétől kezdve döntéseket fog hozni, hiszen elérkezik az élet útján ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkozik azon, hogyan tovább, milyen irányba. Nem csak az utak jelezik ezeket a döntéseket, hanem ez a kereszt ugyanazt jelenti. Itt a sors utatok kereszteződik, vagy mindketten elérkeztek az élet utatokon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkoztuk azon, hogyan tovább, melyik irányba. És itt vannak a változások. A hajó jelenti a reményt, de külföldi kapcsolatokat és külföldi utazásokat is. Itt a kereszt alatt megjelenik a nyilvánosság, utal a sikerekre, és itt látható a szerencse, egy szerencsés fordulat, vagy jó döntések. Valami itt még átláthatatlan, erre utal a felhő, de ez elmúlik, hiszen a koporsó lezárja ezeket a dolgokat, ami eddig átláthatatlannak tűnt. A kasza segít ebben, mert a kasza elvágja a felhőt. Ez lehet munkahelyi változás is, hiszen itt alattad van a horgony, és az utal a munkára, a hivatásra,
Itt a csillagkép szerencsét hoz, de jelenthet egy spirituális területet is. Itt megvan a tisztaság, a szerződések, és szerencse az anyagiakat illetően, hiszen a halak utalnak az anyagiakra. A gyűrű jelenti a kapcsolatokat, a szerződéseket, ugyanúgy, mint ez a levél. De a gyűrű utal arra is, hogy valami vagy valaki visszatér az életedbe, és lesz itt egy jó hír az anyagiakat illetően, és a szerelmet illetően is. Itt a ház utal az otthonodra, a rokonságra, és itt is megjelenik a szív, tehát itt vannak ilyen szívélyes kapcsolatok, van egy jó hír. Az is lehet, hogy lesz egy lakhely változás, és ez a levél utal bizonyos szerződésekre. És akkor megtalálod a helyedet, hiszen itt le tudsz horgonyozni. A horgony jelenti a munkát, a hivatást, az lehet munka otthonról, vagy egy cégnek a kiépítése. A könyv utal a tudásodra, és itt a koporsó a régi tudásra, a bölcsességre. De azt is jelentheti ez a könyv, hogy ő eddig zárkózott volt, de ez a zárkózottság elmúlik, hiszen a koporsó lezárja ezt. És most megnézzük az egyes heteket. Első hét október hónapban. Itt megvan a kapcsolat kettőtök között. Keresitek a helyeteket az életben. Itt megvan a gyógyító erő. Ő még így október elején kicsit rideg, hideg. De lesznek változások, hiszen itt van az új kezdet, itt van a mozgás. Holott ez a kép utalhat egy másik férfira is, aki ezzel a virágcsokorral közeledik hozzád, lesz egy ajándék, egy meglepetés, és itt van a baráti kapcsolat, a beszélgetések. Mivel ő ebbe az irányba tekint, ő tud erről, vagy érzi ezt, és féltékeny lesz. Második hét, október hónapban itt látható. Kinyílik egy új ajtó, a lehetőségek. A korlátozások elmúlnak, hiszen itt vannak a változások, a döntések, a remény, külföldi kapcsolatok. Mindaz, ami eddig átláthatatlan volt, különösen ami a munkát, a hivatást illeti, ez elmúlik, hiszen a kasza elvágja ezt a kártyát, és itt van a szerencse, ez lehet egy spirituális terület is, ahol dolgozni fogsz, amit te kiépítesz. Harmadik hét, október hónapban itt látható. Itt lesznek fontos döntések, de itt még vannak fájdalmas emlékek, szerencsére az egerek ezt eltávolítják. Itt meg lesz a nyilvánosság, az elismerés, a bölcsesség, a tudás. Itt tisztázódik, valami lesz egy jó hír, vagy egy előnyös szerződés, ez beköszönt az otthonodba, vagy itt lehet egy lakhely változás is. Ez a kép, ez a ház jelenti a családot is. Utolsó hét, október hónapban itt alul látható. Ez a hamis személy eltűnik, hiszen az egerek ezt eltávolítják. És itt a hold nem csak az anyukát, vagy az anyai érzelmeket jelenti, hanem a vágyakat, a reményeket, az álmokat, és itt lesznek fontos döntések. Beköszönt a szerencse, az életerő, lesznek fontos kapcsolatok, szerződések, szerencse, itt az anyagiakat illetően, és a szerelmet illetően is. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!